Az internet a mindennapjaink része, a gyermekek már néhány éves koruktól használnak olyan eszközöket, melyek segítségével elérik a világhálón közzétett tartalmakat. Az online oktatásnak köszönhetően pedig manapság még inkább megnövekedett a képernyő előtt töltött idő. Fontos azonban, hogy a különböző lehetőségek mellett megismerjék az internet használatának veszélyeit is. Éppen ezért hozta létre az Európai Unió a Biztonságos Internet Napot, mely Magyarország mellett világszerte több mint 100 országban elterjedt. A kampány célja, hogy az online technológiák és a mobileszközök felelős és biztonságosabb használatára ösztönözzön, valamint felhívja a figyelmet az internet lehetséges veszélyeire, a zaklatásra, a gyermekpornográfia és egyéb illegális és káros tartalmakra. Hogy ügyeljünk a jelszavainkra, biztonságos jelszót válasszunk. Ezeket ne írjuk fel sehová, és ne osszuk meg senkivel. A szülőknek és a gyermekeknek egyaránt oda kell figyelniük a személyes adataik védelmére. Olyan számítógépeken, amelyeket többen használnak, mint például az iskolai gépeket, senki ne mentse el a belépési adatait. Ha valamilyen felületen sértő, zaklató, fenyegető üzenetet kapnak a fiatalok, azonnal jelezzék szüleiknek. Tehát hogyha előfordul, hogy valaki elkezdi őket zaklatni az interneten, vagy üzenetküldő megosztó portálokon, vagy üzenetküldő alkalmazásokon, vagy éppen olyan dolgokat küldözget neki, amit nem kért, vagy nem szeretne fogadni, vagy bármi egyéb olyan dolog történik, ami számára kellemetlen, forduljon rögtön egy felnőtthöz, vagy a szüleihez, vagy a pedagógushoz, és ők tudni fogják azt, hogy mit kell ez esetben tenni. Egyébként nagyon lényeges az is még, hogy mi rendőrök természetesen foglalkozunk ezzel a munkánk során, részben ugye az ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési tevékenységünk kapcsán, de számos hatóság foglalkozik még azzal, hogy védjük a gyermekeket. A szülőknek is tanácsos az interneten olyan hatóságokat keresni, amelyek ajánlásokat, tanácsokat tesznek közzé, valamint közzé tesznek olyan elérhetőségeket is, melyeken segítséget lehet kérni. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet például rövid figyelemfelkeltő animációkat tett közzé a közösségi felületein. Ezekben többek között bemutatják, hogy az internet nem felejt, vagyis ami felkerül a világhálóra, az nagy valószínűséggel ott is marad. Kétszer is meg kell tehát gondolni, hogy milyen képet vagy tartalmat töltünk fel magunkról vagy a kiskorú gyermekünkről. A felnőttekre azonban a hamis nyereményjátékok, illetve webshopok jelentik az egyik legnagyobb veszélyt. Nagyon lényeges, hogy sokat vásárolunk ugye az interneten, hiszen előfordulhat, hogy kedvező áron jutunk hozzá bizonyos termékekhez. Ugyanakkor legyen az gyanús, hogyha valami nagyon olcsó. Mert elképzelhető, hogy olyan internetes oldalra tévedtünk, amely nem megfelelően működik, és adott esetben azt kéri, hogy fizessünk előre utalással, és utána nem küldik el azt a terméket, amit meg szerettünk volna vásárolni. Lényeges tudatosítani a gyermekekben azt is, hogy amikor valakivel az interneten kapcsolatba lépnek, nem biztos, hogy valós információkat kapnak róla. Senkivel ne osszanak meg fotókat, bizalmas információkat magukról, családjukról, illetve anyagi helyzetükről.